és a Jeunesse Lumière közösségével fogunk megismerkedni a következő percekben, mert hogy itt vannak velünk két közösségi tag látogatott el hozzánk, Szabó Veronika és Steinbach Kamilla. Szeretettel köszöntelek titeket. Igen. Na, hát miről is van szó? Egyrészt mit jelent ez a két szó, Jeunesse Lumière? Ez a világosság és fiatalságnak a szavai, és magyarul pedig úgy neveztük el a közösséget, hogy az ifjú lámpás közösség, igen. Mert hogy az ifjúságunk legyen világosság és fény a világban. Honnan gyökerezik ez a közösség? Alapvetően Franciaországban indult el 38 éve, egy bencés szerzetes atya Daniel Ansch alapította, és hát onnan hozták haza tavaly négy fiatal, akik közül ketten ott is laktak velünk ebben az évben, úgyhogy ez így francia alapokon nyugszik. Itt Magyarországon mióta létezik? Most fejeztük be az első évet, szóval 2019 2020 őszén kezdődött az egész, és most lett vége. Akkor most lehet mondani, hogy valamennyire vissza tudtok tekinteni az elmúlt egy évre, tehát vannak tapasztalatok, volt egy vízió, meglátjátok most már azt is, hogy mennyire sikerült ezt megvalósítani, hogyan zajlott az elmúlt egy év. Ebbe beavattok bennünket? Mik a tapasztalataitok? Igen. Hú, hát elég izgalmas, mert mégis egy alapítás éve volt, és nagyon sok mindent kellett áthozni. Sok munka, sok szolgálat. Igen, igen, de hogy egyrészt a két vezető Mercedes és Ciprián is olyanok voltak, akik nagyon két lábbal beleálltak a feladatba, és hogy nagyon szépen átadták mindazt, amit hoztak Franciaországból. Persze vannak még olyanok, amik így nem sikerült adoptálni, de hogy ez így folyamatban van, és azért tud ez igazán működni, mert hogy valóban Krisztus van a középpontban, és belőle forráshozunk, és emiatt tudunk mindenféle nehézségen is, vagy küzdelmen átevickelni. És szerintem így az évről még fontos elmondani, hogy ez alapvetően így az a célja, hogy így a világtól picit így elszakadva a fiatalok egy évet így tényleg Istennek adjanak. És ez jelenik meg igazából abban is, hogy egyébként közösségben élünk, de hogy mégis rengeteg minden segít minket abban, hogy valóban ez így egy Istennek átadott év legyen, amikor úgymond így neki vagyunk online, és nem a világnak. Úgyhogy így a tapasztalataink is egy egészen picit talán ilyen szerzetesi novici a évhez hasonló tapasztalatok. Igen, kicsit így elvonulva a világtól, csendet teremtve, és rájönni a valódi, nem tudom én, küldetésre, útra, úgy célokra, ugye? Igen, talán igen, nagyjából igen. Ez a... És ugye azért is mondom ezt így, mert sokak életében adódik úgy, hogy mondjuk megvannak a gimnáziumi évek, megvan az érettségi, de nem teljesen látja egy fiatal 17-18 évesen adott esetben, hogy hová menjen tovább tanulni, mit szeretne. És akkor ugye ilyenkor sokszor elgondolkoznak a diákok, hogy jó, de akkor mit csináljon abban az egy évben, mondjuk, ami kitalálja, hogy milyen útra lépjen. Nem szeretne elkezdeni semmilyen felsőoktatási intézményben tanulni, mert hogy még keresi az útját, nem biztos, hogy érdemes bármibe is belevágni, de nyilván a semmit tevés az nem jó, főleg 365 napon keresztül, tehát egy éven keresztül. És akkor erre is például egy nagyon jó lehetőség a Jeunesse Lumière, ugye? Igen, én alapvetően érettségi után mentem például, és engem felvettek az egyetemre, és egyébként volt is motivációm, hogy elmenjek, bár nem mondtam volna akkor, hogy ez így biztos, hogy életcélom, hogy ezt az egyetemet elvégezem, és nekem egyébként így is jött fel ez az egész Jeunesse Lumière, hogy egy imádságom van így, azt mondtam Istennek, hogy oké, én szeretnék veled elképesztően megismerkedni, és veled egy olyan kapcsolatot élni, ami alapján értelme lesz az életemnek, az egyetemnek, annak, hogy később milyen hivatásom lesz, milyen karrierem, és hogy azt érzem, hogy én teszem el az energiát, de hogy valahogy nem jutok egyről a kettőre, és hogy akkor mutasd meg, hogy mi a te terved, vagy mi az, ahogy te elképzeled, hogy a mi kapcsolatunk fejlődni tud, és erre volt így számomra Isten válasz az, hogy akkor gyere és add egy évedet nekem. Úgyhogy igen, szerintem a lehető legtökéletesebb idő arra, hogy az ember felnőjön, hogy egy olyan hivatást kapjon, ami nem egy évre, nem 10 évre, hanem tényleg az örökké valóságra szól, és üdvösségnek hívják, és hogy egy olyan támaszt és segítséget kapjon, aki pedig így nem más, mint Jézus, úgyhogy mindenképpen egy. Most még azért maradok nálad, mert hogy ez egy nagyon jó tanúságtétel, amit mondtál, hogy pontosan ezt a kérdést tetted fel, és ez volt a válasz, tehát a Jeunesse Lumière volt számodra a válasz. Hogy voltál, milyen ember voltál, hogy látnád magad kívülről akkor, amikor oda mentél, és most milyen vagy ahhoz képest? Mi a kontraszt, mi a különbség? Uh-huh.
Hát én alapvetően egy keresztény családban nőttem fel, úgyhogy ezért így a hit az nem fel, tehát hogy mindig is így jelen persze, volt az életemben. Ez egy alap volt. Igen, és alapvetően én elég fiatalon találkoztam is a személyes Isten kapcsolattal, mégis ez sokkal inkább olyan volt, hogy így nyáron, amikor voltam egy-egy táborban, akkor így feltöltődtem, és utána így egész évben ez így merült, és akkor utána megint elértem a nyárhoz, ahol így újra töltődtem. És nekem igazából ebből lett picit elegem, meg ebből éreztem azt, hogy én így nem tudok beleállni például a katolikus egyháznak így a tanításában, meg a rengeteg szabályában is. Igazából iszonyatosan utáltam a katolikus egyházat valahol, mert azt éreztem, hogy idős férfiak akarják nekem megmondani, hogy én mit csináljak. És egy ilyen lázadás és dühösségből mentem el, hogy akkor mutasd meg Istenem, és hát innen jutottam oda, hogy a világon a legjobban, szerintem annak örülök, hogy én így az egyháznak a tagja lehetek, és olyan kincseket és értékeket fedeztem fel, hogy tényleg, hogyha csak így rágondolok, akkor így hihetetlen boldogság tölt el, hogy én ennek részese lehetek, és hogy tényleg egy olyan kapcsolatba jutottam Istennel, ami pedig nem egy ilyen mindenki szél által eltörhető dolog, hanem olyan, ami biztos alapukon áll, úgyhogy... Átjön a lelkesedésed is, nem, hogy a képernyőkön keresztül a nézők is érzik ezt. Veronika, téged is kérdezek, ugyanígy. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt, hogy kezdtetek neki, ahhoz képest mennyire változtál, miben változtál, milyen vagy most, és milyen voltál akkor? Hű, hát én pont az egyetemet fejeztem be, amikor elkezdtem ezt a missziós iskolát, és kicsit úgy nézett ki az életem, hogy az Istent mellékvágányra raktam, és igazából ott fulladt ez ki, hogy amit a világ tudott nekem adni, mint boldogság forrás, azokat én mind elértem. És egyszerűen nagyon nem voltam boldog. És egy kicsit ilyen mély időszakom volt, és így nem értettem. És akkor így volt bennem egy ilyen, hogy persze le tudnám így élni az életemet, de valami borzasztóan hiányzik. Uh-huh. És akkor ilyen, mint egy ilyen utolsó esély az Istennek, hogy na jó, mutasd meg, hogy mit tudsz. Így mentem bele, és érdekes, hogy bennem az a misszió az iskola nevében, és mondtam, hogy én Istenért jövök, de azért a misszió az nem, szóval, hogy én azért nem fogok itt kiállni az utcára, vagy bárhova, és hogy amilyen nagyon szembe tűnő, hogy most már nem érdekel, szóval, hogy így, ha bolondnak nézek, akkor is kiáltom, hogy Krisztus feltámadt, mert hogy ez az én életemnek az értelme és forrása, hogy Krisztushoz tartozok. És nagyon-nagyon mély szinten formálódott át az én gondolkodásom, meg az egész lét, és kellett is ez a 9 hónap, hogy egyre mélyebb és mélyebb szintre ez így beleépül az életembe, hogy én keresztény vagyok, és én így is akarok élni. Igen, és ugye ez fontos, amit mondtál most, hogy keresztény vagy, és így is akarsz élni, mert hogy van 3 alappillér, itt azért az nevezzük intézmények, közösségetekben, inkább úgy mondom. Tehát ugye, hogy ez egy képzés, hogy hogyan éljünk a világban emberként, egy képzés, hogy hogyan éljünk keresztényként, és egy képzés, hogy hogyan éljünk misszionáriusként. És most itt ebben a mondatban, amit mondtál, mind a 3-ot így kicsit belefoglaltad. Igen, igen. Ezért is hoztam ide. Roska Péter atya nevét is érdemes megemlíteni, ugye mi beszélgetésünkben. Miért? Neki volt egy ilyen víziója, hogy valahogy bele kéne vonni a fiatalokat a katolikus egyházba, hogy ne tényleg ez olyan erős a szakadék a klerikális egyház meg a laikusok között, és hogy kéne valami hit. És ő találkozott aztán végül Daniel Angel az alapító atyával, és megnézte ezt a francia iskolát, és azt mondta, hogy ez kell, mert hogy itt a fiatalok szolgálnak fiataloknak, és ez a fő karizmája is az iskolának, hogy nem a felnőtt emberek tanítják, vagy persze a tanárok azok ők, de hogy az egész iskolának a szervezés az a fiataloknak a munkája, és aztán ők az, akik a fiataloknak továbbadják. Mm. És a missziónk is arról szól, hogy mi fiatalok a fiatalokat szólítsuk meg, mert mégiscsak korban is közelebb vagyunk, és itt jobban megértjük az ő világukat. A fiatalokat szólítjuk meg. Ez a tételmondatotok talán lehet így mondani. Mennyire sikerül őket megszólítani? Hát alapvetően a misszióink azok ilyen fix időpontban vannak az évben, és ilyenkor így az a szokás, hogy elmegyünk egy-egy településre, és az ottani keresztény, katolikus iskolákba megyünk be délelőttönként, és ott próbálunk szinte minden, tehát hogy alapvetően felső osztálytól fölfele szoktunk bemenni, bár voltunk alsóban is, de hogy ilyen hittanóra jellegű órákat próbálunk elkérni, és azokban próbáljuk megmutatni, hogy így mit hoztunk mi így az örömhírt, és ezen kívül pedig délután ilyen hittancsoportokban, meg az ilyen kis közösségekben próbáljuk elérni tényleg a fiatalokat, és az biztos, hogy
vegyes a fogadtatás, tehát, hogy tényleg van, aki teljes idiótának néz minket, de azt gondolom, hogy az is nagyon jó, mert az is nagyon jó, amikor egyszerűen csak kivált valamilyen értelmet a másikból, és hogy belőlem is volt, amikor katolikusok azt váltották ki, hogy én ilyen soha nem akarok lenni, de hogy mégis ilyen lettem, szóval azt gondolom, hogy ez is valahol így az útnak a része, de hogy rengeteg olyan visszajelzés van, hogy a legjobbkor jöttünk, hogy pont most imádkozott azért, hogy valami kicsit támaszt kapjon, és nagyon sok, nagyon-nagyon pozitív visszajelzés is van, hogy iszonyatosan szomjasak a fiatalok, és egyébként a felnőttek is arra, hogy lássák, hogy az egyháznak van fiatal arca. Ja, és hogyha már megemlítettük Roska Péter atyát, még milyen atyák, milyen olyan egyházi személyek vannak mondjuk a közösségben, akik tanítanak? Tehát ugye itt azért a képzésről van szó. Kik azok, akik végülis átadják azt a fajta tudást, a hitet, amiről itt beszélgetünk? Péter atya szervezi meg nekünk ezeket a képzéseket, és neki elég nagy az ismeretségi köre, és próbál olyan előadókat hívni, akik nem csak nagyon jók a tudomány területükben, hanem hogy hiteles keresztényként is élnek. És hát hív más papokat is, vagy szerzeteseket, de ugyanúgy világi embereket is, vagy családosokat, és akkor mindenki abból a területben ad nekünk előadást, amiben otthon van. De nagyon széles palettán mozog, igen, mondjuk az oktatóknak a köre. Igen, igen, igen. Akkor ez egy, azt hiszem, hogy egy színes tudást és képzést tud adni. Igen, és azt hiszem, ezt hozzá is tehetem, hogy nekem az, hogy ennyire megszerettem az egyházat, az kicsit ebből is fakad, hogy azt szerettem meg az egyházban, hogy én ezekkel az emberekkel lehetek egy közösségben is, és én ezeknek lehetek igazából a testvére, és hogy tényleg olyan emberekkel találkoztunk, akik azt hiszem, hogy a mindennapokban valóban motiválni tudnak minket így a keresztény életben. Ugye fontos talán itt megemlíteni a bátorság szót, mert hogy én itt most látok két nagyon kicsit izguló, de nagyon bátor fiatal lányt, mert hogy ennyire kiálltok a gondolataitok mellett, és ennyire meg tudjátok bátran fogalmazni őket. Azt hiszem, hogy manapság ez ugyanúgy küldetésnek kell lenni, mint az alapvető hitnek, amivel rendelkeznünk kell, ami belső lényekként kell, hogy ott legyen. Itt erről ti mit gondoltok, és hogyan látjátok, hogy akik jelentkeznek mondjuk hozzátok, mennyire félszegek, mennyire bátrak, mennyire tudnak majd ők is ebbe a bátorságba esetleg beleállni? Olyan érdekes, hogy amikor mondtam a baráti körömnek, hogy hát bocsi, egy évig nem láttok, akkor így mondták nekem, hogy milyen bátor vagy. És hogy én egyáltalán nem éreztem ezt a bátorságot. Igazából nem is tudom, miért mondtam igent rá, annyit, hogy most már tudom, de hogy ez annyira nem belőlem fakad, hanem a Szentlélek által, hogy annyira a lögdös, hogy de menjél, és hogy akár a misszióba, hogy így beleállunk és csináljuk, pedig azért én ugye mondtam, hogy nem ez volt a kedvenc profilom, hogy misszió, hogy ez a Szentléleknek az ereje, ami bennünk megmutatkozik, és hogy azért is szép, mert tudom, hogy nem, én erről nem lennék képes egyedül, és hogy nem véletlenül van benne a Szentírásban, és hogy az Isten nem az alkalmasokat hívja, hanem az alkalmatlanokat, hogy őket alkalmassá tegye, és ezt így nagyon-nagyon érzem az elmúlt év tapasztalatából. Igen, én valószínűleg egyébként nekem is ez volt, hogy amikor bejöttem, akkor így hát mennyire hihetetlen, hogy én nem lehet tudok dönteni, de hogy én nem a bátor szót nem használtam volna magamra, hanem a kétségbeesett és gyáva szót. Ugyanis, hogy én így azt éreztem, hogy tényleg Isten nélkül így fuldoklom, és csak így próbálok így fennmaradni valahogy a vizet, de hogy egyáltalán nem tanultam meg úszni. És hogy valahol én rémületembe döntöttem amellett, hogy eljövök, vagy hogy abban a... Tehát, hogy egy jó értelemben vett rémületben, hogy hogyan fogom én leélni az életemet, hogyan fogok ennek hosszú távú célokat találni, hogyha igazából így jönnek, mennek a nem is tudom, a vágyaim, meg az, hogy milyen érdeklődési köröm van, és hogy igazából ez nekem semmi másról nem szólt, mint arról, hogy nagyon-nagyon félek az élettől, és nagyon félek a felnőtt léttől, és nagyon kell nekem ehhez egy segítség. És azon kívül, ugye, hogy nyilván most már a közösségnek azt hiszem, hogy örökös tagjai lesztek, tehát hogy ez azt hiszem, hogy ez egy olyan axióma, igen, most igen, nem tudunk megdönteni, nem is akarunk, de hogy ezen kívül még más, tehát hogy a civil hivatás, vagy olyan hivatás tudat jött-e ez alatt az egy év alatt, nem tudom én, orvos akarok lenni, tanár akarok lenni, bármilyen ilyen gondolat bennetek, ami elindít egy úton? Nekem alapvetően nagyon megerősödött az, hogy én egyetemre szeretnék járni.
Igen, úgyhogy én ott fogom folytatni így az életemet, de egyébként, hogy egy picit így másfajta hivatásra is beszéljünk, az év egy nagyon kicsit ilyen hivatástisztázó évként is funkcionál. Uh-huh. Egyébként nem nagyon, csak annyira, hogy az ember annyira közel kerül Istenhez, hogy ott pont megkérdezheti, hogy amúgy, uram, te így mit gondolsz erről? Hát teremtődik egyfajta csend, amiben meg lehet egyáltalán hallani, igen. Hogy mi van. Úgyhogy nagyon sokat foglalkoztunk ezzel az évvel. Én nem mondom, hogy ebben teljesen dűlőre jutottam már, hogy engem pontosan mire hív az Úr, de hogy azt hiszem, hogy amíg azt a bizonyos igent valamelyikre ki nem mondom, addig igazából ez mindig egy nyitott kapu lesz. De az biztos, hogy egy nagyon-nagyon erős tapasztalat volt, és nagyon örülök, hogy ezen az úton egyáltalán, hogy ezen elmerjek gondolkodni, és felmerjem tenni ezt a kérdést, ezen elindított ez az év, mert hogy én előtte úgy voltam vele, hogy engem csak ne ijeszgessenek azzal, hogy én szerzetes teszek, úgyhogy igen, ez egy nagyon-nagyon erős és nagyon formáló év volt ilyen szempontból is, azt hiszem. Igen. Ő bennem leginkább azt a hivatást erősítettem meg, hogy én Istennek akarok a munkatársa lenni, és hogy ez a missziós lelkület, mert hogy igazából a keresztségünk által kapunk egy missziós küldetést Istentől, és hogy ez minden egyes keresztény embernek úgymond kötelessége, hogy ezt valahogy valamilyen módon megélje, és hogy ezt akarom folytatni, mint bármiféle civil munka mellett, hogy bele lépni az egyháznak a szolgálatába, és tenni, és valamiféle módon közelebb keríteni a fiatalokhoz az Istent. De amúgy pedig én még egy évet maradok az iskolában, mert ugye, ahogy mondtuk, hogy a fiatalok szolgálnak fiataloknak, én ott maradok következő évre, hogy a következő új jelentkezőknek a szolgálatába tudjak állni. Tehát itt azért ez fontos is, hogy ezt mondod, mert hogyha a praktikus részét nézzük a dolgoknak, vagy ennek a képzésnek, vagy a közösségnek, akkor itt nem az van, hogy egy év, és aztán kilök a rendszer, mint ahogy máshol ugye sok helyen mondjuk ezt is lehet tapasztalni, hanem itt jól értem, hogy végülis addig marad valaki, amíg erre hívást érez, vagy amíg úgy érzi, hogy ott a helye, vagy ott dolga van? Igen, alapvetően ugye 9 hónapra, szóval egy év tanévre a meghívás, de van lehetőség egy másodévre ott maradni, mint szolgáló, és azon kívül például a francia iskolában volt, akik több évet is ott maradtak, de hogy utána viszont azért fontos az is, hogy visszamenjünk a világba, hogy ne itt ragadjunk meg a közösség, nem ez a közösség csak arra készít fel, hogy a világban hogyan tudsz te keresztényként élni. És akkor még néhány fontos praktikus dolgot, tehát hogyha valaki szeretne a közösségetekbe tartozni, hogy van a jelentkezés, mikor van, hogyha mondjuk arról valaki lecsúszott, akkor van-e valamiféle más lehetőség, hogy veletek kapcsolatba kerüljön, hol lehet veletek találkozni? Van egy e-mail címünk, az ifjú.lámpáskukac@gmail.com, azon keresztül lehet írni jelentkezés, de van honlap is, ahol utána lehet kicsit olvasni az iskolának, hogyha a missziós iskolát beírja valaki, akkor ki fogja dobni ezt az iskolát. És épp most fejeződött be a próbahetünk, mert nyáron van egy hét, ahol az érdeklődők kipróbálják, hogy milyen is egy hét, és annak most éppen vége lett, de hogy igazából bármikor lehet még jelentkezni, már most is volt azóta jelentkező vagy érdeklődő, és bár ugye szeptember közepe felé fog elindulni az iskola, de úgy van, hogyha netán valakinek később jön, akkor is egy ilyen külön megkülönböltetés során, de hogy lehet akár később is csatlakozni az évhez. Igen, és a próbahét szerintem fontos még, hogy aki lemaradt róla, én például tavaly úgy mentem el, hogy nem voltam próbahéten. Ezért kérdeztem, tudom, hogy mi fiatalok le tudunk maradni dolgoktól. Igen, semmilyen ilyen nincs, hogy lemaradt volna az ember. Szerintem tényleg, sőt, sokan voltunk, a Vera sem volt próbahéten, úgyhogy igazából, és én valahol így örülök is neki, mert azt hiszem, hogy így már egyben tapasztalhattam meg azt, amit így az Isten készített nekünk 9 hónapig, úgyhogy ez semmiképpen sem akadály, ha valaki nem volt ott. Na, hát akkor ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szabó Veronika és Steinbach Kamilla voltak a vendégek. Köszönjük szépen. Még köszönjük szépen.